Egyeztetés. A nagyszebeni EU csúcs előtti mini csúcsot tartott Varsóban az Unió kelet-európai szárnya, a nyugattal szembeni közös álláspont kialakítása volt a fő cél. Ráncfelvarrás. Divatba hoznák a népviseletet a Szilágyságban. Krasznán viseletvarró műhelyt indítottak, hogy visszaadják a hagyományos ruhadarabok régi fényét. Köszöntöm Önöket a Híradóban! 15 évvel ezelőtt, 2004. május 1-én 10 állam csatlakozott az Európai Unióhoz. Az évforduló kapcsán Lengyelország közös tanácskozásra hívta Varsóba az akkor csatlakozott 10 állam, valamint az utóbb EU taggá vált 3 állam, közöttük Románia képviselőit. A varsói találkozó célja az ünnepi megemlékezés mellett az Unió kelet-európai szárnya közös álláspontjának a kialakítása is volt, a soron következő május 9-i nagyszebeni EU csúcs előtt, amikor Európa jövőjét körvonalazzák az Unió tagállamainak a vezetői. A találkozó után Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Viorica Dencsilő Románia kormányfője álltak a sajtótájékoztató mikrofonjához, utóbbi, mint az Unió soros elnökségét betöltő Románia képviselője. Dencsilő felsorolta azokat az eredményeket, amelyeket a soros elnökség elért, illetve hangsúlyozta, Románia továbbra is támogatja azokat az alapértékeket és elveket, amelyekre az Unió támaszkodik. Az Európai Unió hagyományos politikáinak, mint a közös agrárpolitika vagy a kohéziós politika kapcsán való egységes fellépés, illetve egyéb felvetett kérdések, mint a kétsebességes Európa ötlete, a kettős standardok alkalmazása, a tagállamokkal szembeni azonos bánásmód csak néhány olyan téma, amelyekről vitáztunk ezen a találkozón. Ezek visszaköszönnek majd a nagyszebeni csúcs találkozón is. Ilyen tekintetben kiemelte, hogy nem lenne szabad különbséget tenni a tagállamok között a méretük vagy a földrajzi elhelyezkedésük függvényében. Példaként említette, hogy noha Románia évek óta teljesíti a schengeni övezethez való csatlakozás technikai feltételeit, késlekedik az erre vonatkozó politikai döntés. Májustól kezdve emelt összegű gyermeknevelési pótlékot biztosít az állam. A gyerek 2 éves koráig havi 300 lejes pótlékot fizetnek a szülőknek, illetve ugyanekkora összeget kapnak a fogyatékkal élők 18 éves korukig. A 2 és 18 év közöttieknek folyósított pótlék összege az eddigi 84 lejről 150 lejre nő. A gyereknevelési pótlék megemelését politikai csatározás előzte meg. Az ellenzék javaslatára előbb a parlament szavazta meg a növelést, aztán a kormány rendeletet hozott annak érdekében, hogy ezt összhangba hozzák a költségvetési hiánnyal. A folyósítást azonban a költségvetés elfogadása utára halasztották, és a késlekedésért az államfőt hibáztatták, aki egy hónapig szabotálta a büdzsé kihirdetését. Az államfő végül március 15-én hirdette ki a költségvetési törvényt, így áprilistól jár az emelt összegű gyermekpénz, amelyet májusban folyósítanak. A Statisztikai Intézet adatai szerint 2019. márciusában országszerte összesen 3 millió 600 ezer gyerek után fizettek pótlékot. Újra divatba jön a népviselet a Szilágyságban, ezt szeretnék legalábbis Krasznán. Varrógépeket vásároltak és viseletvarró műhelyt indítottak, hogy az a néhány személy, aki még ért a hagyományos ruhák elkészítéséhez, átadhassa tudást a fiatalabb generációnak. Több mint 20-an vesznek részt a tanfolyamon. Kiderült, hogy az olykor bonyolultnak tűnő darabokat azok is el tudják készíteni néhány nap alatt, akik most ültek először varrógéphez. Kattognak a varrógépek, készülnek a rakott fodrok a lengyelinkhez. Krasznán egy hónapon át minden héten kétszer gyűlnek össze az érdeklődők, hogy megtanulják elkészíteni a település hagyományos viseletét. Megpályáztuk a Csóri Sándor alapnál ezt a lehetőséget, és hál' Istennek nyertünk, így most Krasznán 22 fiatal tanulhat egy 88 éves nénitől, de 12 településre fog innen tovább menni, ahol mindenhol reményeink szerint legalább 20 fiatal át fogja venni a tudást az idősebb generációtól. Haraklányi Mária vállalta, hogy átadja a mesterséget, amelyet ő is nagymamájától és édesanyjától lesett el. Annyira szereti, hogy mai napig is csak lengyelinget és felsinget hord. Még nem konfirmáltunk, volt egy kis felsing vagy köntös. Az egybe volt a köntös. Nintúl konfirmáltunk, azon túl lett ez a viselet nekünk.
akkor kaptunk csizmát, kaptunk egy fehér ruhát, kaptunk egy rózsaszint és egy pirosat. Három rendet. Már lengyelünk, meg szoknya. És avval voltunk. Avval ültünk ki. A Várt Magada viseletet kezdeményezést kitörő örömmel fogadták mindenhol, így miután lejár a krasznai tanfolyam, a műhely évvégéig folyamatosan járja majd a szilárdságot. Ezt követően pedig szeretnék a szomszédos megyékre is kiterjeszteni, hogy ismét népviselettől legyenek színesek az ünnepek, és akár a hétköznapok is. Nyilvántartásba veszi az Európai Bizottság a kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért nevű polgári kezdeményezést. Ezt a Székely Nemzeti Tanács azok után nyújtotta be másodszor is, hogy az első visszautasítást követően a kezdeményezők az Unió bíróságához fordultak, és az megsemmisítette az elutasító határozatot. A dokumentum arra kéri a brüsszeli testületet, hogy biztosítson egyenlő lehetőséget a különböző uniós alapokhoz való hozzáférésre, annak érdekében, hogy az EU fejlődését és kulturális sokszínűségét fenn lehessen tartani. Kiemelték, az EU-nak különös figyelmet kellene fordítania azokra a régiókra, amelyeknek nemzeti, etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi sajátosságai eltérnek a környező régiókétól. A május 7-i hivatalos regisztrációt követően egy év áll majd rendelkezésre az 1 millió támogató aláírás összegyűjtésére legalább 7 különböző uniós tagállamból. Korábban Kelemen Hunor RMDSZ elnök jelezte, a szövetség segít az aláírások összegyűjtésében. Választási hírekkel folytatjuk. Három szinten, a megyéknél, a román parlamentben és az európai fórumokon is tiltakozni készül az RMDSZ az Úzvölgyi Magyar Katonatemető hatósági meggyalázása miatt. Ma a helyszínen tájékozódott Winkler Gyula EP képviselő, Táncos Barna szenátor és Borbój Csaba Hargita megyei tanácselnök. Rögtönzött sajtótájékoztatót tartottak az Úzvölgyi Magyar Katonatemetőben az RMDSZ politikusai. Ennek előzménye, hogy a Bákó megyei Dormánfalva polgármesteri hivatala a magyarok szerint kegyeletsértő és történelemhamisító átalakításba kezdett a sírkertben, ahol az osztrák-magyar monarchia a két világháborúban elesett mintegy 600 katonája nyugszik. A két megye által vitatott területen található bekerített magyar sírkertbe 52 betonkeresztet és szintén betonból készített nagyméretű ortodox keresztet állítottak a román hősök emlékére. Noha itt román csapatok nem harcoltak, mindkét háborúban a magyar katonák az oroszokkal álltak szemben ezen a csatatéren. Az egyértelmű provokációval szemben minden belföldi és nemzetközi fórumon fel kell és fel is fognak lépni, mondta Winkler Gyula európai parlamenti képviselőjelölt. Itt nem csak arról van szó, hogy romániai törvényeket sértenek, Romániában is létezik törvény a haditemetőknek a rendszeréről, létezik törvény és létezik gyakorlat és szokásjog arról, hogy mit érdemel egy háborús hős, mit érdemel egy műemlék, mit érdemel egy emlékhely, de itt én azt mondanám, hogy nemzetközi incidensről is szó van. A katonai temetők rendszeréről több nemzetközi egyezség van érvényben, így Románia és Magyarország kétoldalú szerződésben vállalták, hogy gondját is viselik az egymás területein található katonai sírkerteknek. A dormánfalvi hatóságok állítása, amely szerint a Védelmi Minisztérium tudtával és beleegyezésével cselekedtek, vagy nem fedi a valóságot, vagy a nemzetközi egyezmények súlyos megsértése. Ezt Táncos Barna szenátor mondja, aki a szenátus jövő heti első munkanapján a törvényhozás elé terjeszti az ügyet. Minden ország Európa szerte ismeri ezeket az írott és íratlan szabályokat, amelyek a hősi halottakra vonatkoznak, a temetőkre vonatkoznak, és a mi dolgunk az, hogy ezt mindenütt hallassuk. Én bízok abban, hogy ezt a folyamatot meg lehet fordítani, hisz ha van törvény és van törvény betartatás Romániában, akkor az a dormánfalvi polgármesterre is pont úgy érvényes kell legyen. Kelemen Hunor az RMDSZ szövetségi elnöke tiltakozó levelet intézett Viorica Döncsila miniszterelnökhöz, és azt kérte, hogy közigazgatási eljárás útján állítsa le az építkezést az ügy tisztázásáig. Politikailag tűrhetetlen, közigazgatásilag pedig törvénytelen, amit a dormánfalvi önkormányzat művel, az RMDSZ tiltakozik a lépés ellen, amelyet törvénytelennek és kegyeletsértőnek tart, áll Kelemen Hunor levelében.
A Nemzeti Liberális Párt szerezheti meg a legtöbb mandátumot a május 26-ai európai parlamenti választáson. Ez derül ki az IMÁSZ közvéleménykutató intézet április 12-e és 25-e között telefonos módszerrel végzett felméréséből. A kutatás szerint a PNL a voksok 25,6%-ára számíthat, míg a kormányzó Szociáldemokrata Párt a szavazatok 21,7%-át szerezné meg. A harmadik helyen a Dacian Csolos volt kormányfő által létrehozott ellenzéki Usere Plus pártszövetség áll, amely 16,4%-ra számíthat. A kormánykoalíció kisebbik pártjára, a liberális ALDE-ra a megkérdezettek 12,2%-a voksolna. Ugyancsak átlépheti a bejutási küszöböt a PSD-ből kizárt Viktor Ponta volt miniszterelnök által alapított pro-Románia párt 11,7%-kal. Az IMÁSZ felmérése szerint Imártra Jamboszescu volt államfő népi mozgalom pártja is átlépheti az 5%-os bejutási küszöböt, és akárcsak az RMDS a voksok 5,6%-ára számíthat. A felmérés több mint 1000 választópolgár bevonásával készült, a hiba határ 3,1%-os. Románia 33 képviselőt küld az Európai Parlamentbe. Tíz éves az ecsetgyár projekt, erről is szó lesz a híradó második felében. Hangcsodák. Furcsábbnál furcsább hangszerek formájában, illetve hangjában gyönyörködhettek a 28. Szent György napok résztvevői. Hangszermúzeum költözött Háromszék központjába. Majális. A nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt szabadnapot ülte ma a fél ország. A sör és a mics ünnepévé vált majálisozásnak keresztbe tett az időjárás. 10 éves fennállását ünnepli idén a kolozsvári ecsetgyár független művészeti központ. A kerek évfordulót ugyanabban az épületben, de más termekben, illetve új tevékenységi irányvonal meghirdetésével ünneplik. A kolozsvári ecsetgyár kortárs művészeti központot a kolozsvári alkotók munkára és bemutatkozásra alkalmas térre való igénye hozta létre 2009-ben. A központ a kolozsvári Mörös negyedben, a régi ecsetgyárban lelt otthonra, ahol több mint 2000 négyzetméteren alkotóműhelyek, galériák, stúdiók foglalnak helyet, de számos kulturális szervezetnek is teret biztosít. Kezdetben az ecsetgyár ernyőszervezetként működött az itt lévő egyesületek és művészek tevékenysége számára, majd saját projektekkel, produkciókkal is jelentkezett. Az elmúlt év a csapat számára azzal telt el, hogy átértékelje saját helyét a kolozsvári kulturális életben, és arra jutottak, hogy 10 év után eljött az ideje átadni a stafétát a következő generáció számára. A szervezet áthelyezni a hangsúlyt a produkcióközpontú, eseményközpontú működésről a laboratórium fele, új produkciók létrehozása helyett majd nagyobb teret kap a kísérleti jellegű műhelymunka. Fiatal pályakezdő művészeket segítenénk a munkájukban. Műhelyek, interdisziplináris laboratóriumok, különböző művészeti rezidenciák megszervezésével, amelyekben az ecsetgyár régi csapata és meghívott fontos művészek vennének részt. Az ecsetgyár égisze alatt több program is zajlik a következő időszakban, idén a legfontosabb az az őszre tervezett rendezvénysorozat, amelyen nemzetközi előadó művészeti színház és tánc évadra is sor kerül. Erre lengyelországi, osztrák, bolgár és magyarországi társulatokat is meghívtak. Az esemény sorozat része lesz az új pilót kiállító tér megnyitása, mely új, nagyobb térbe költözik az ecsetgyár földszintjén. Ősz végéig 11 Arad megyei településre visznek anyanyelvi kultúrát az Aradi Kamara Színház művészei. A Szorvány kulturális karavánnal azt szeretnék, hogy az igényes színház, népzene és néptánc oda is eljusson, ahová amúgy csak ritkán szokott. Kis Jenőre érkezett meg elsőként az Aradi Kamara Színház kulturális napja, amely minden korosztálynak kínál minőségi szórakozási lehetőséget. Délelőtt a Kolozsvári Bíró című zenés mesejátékot játszották a diák közönség számára, majd szintén nekik interaktív színházi műhelyt tartottak. Kora este a felnőtteket várták a Zördög című előadással, amely Móricz Zsigmond három pajzán egy felvonásos parasztrifájából kerül színre, a szabadkai juhászenekar élőzenei játékával.
Zsuzsával és a békéscsabai Tabán Tánc Együttes táncosainak közreműködésével. Táncház zárta a programot, amely hiánypótlónak számított az Arad megyei településen. Mivel pénzünk nem sok van, amatőr színjátszó csoportokat hívunk, de minden évben, most már 5 éve, ez már most már hagyomány, és annál inkább örültünk ennek most, mert mégiscsak profibb színészek játszottak, vagy profi színészek játszottak az eddigi amatőrökhöz képest. Az Aradi Kamara Színház missziót teljesít a kezdeményezéssel, amelyben erdélyi, vajdasági és magyarországi művészek egyaránt szerepelnek. Az a jó, hogyha olyanok vállalják be, akik harcedzett társulatban dolgozó színészek, mert fontos, hogy az, amit aztán megvalósítanak és elvisznek a közönségnek, az magas nívót képviseljen. Ami pedig a legfontosabb, hogy házhoz viszik a színházat, és előadásaikkal felpezsdítik a szorvány közösségek életét. Olyan kis településeket keresnek fel, ahova a hagyományos kőszínházak nem, vagy csak nagyon ritkán jutnak el. Nyáron sokat fogunk játszani, megpróbálunk szabadtéren sokat játszani, mert ezeknek a móriczoknak és a néptáncnak, a népzenének azért nagyon-nagyon jót fog tenni a nyár, ugye a meleg, ugye a napnyugta, az alkonyat, ez nagyon-nagyon szép tudnak lenni. Szeptember végéig elmegyünk mindenhova. A 11 helyszínre Arad megye 26 magyar lakta szorvány településéről várnak nézőket. A Szorvány Kulturális Karaván, a Magyar Kormány, a Nemzetpolitikai Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával és az RMDS partnerségével valósul meg. Európában szokatlan erejű tornádó alakult ki és pusztított az ország déli részén a Kölörás megyei Drázsná településen és a közelében. A szemtanúk által készített videófelvételek tanúsága szerint az Egyesült Államok egyes vidékei megszokott, Európában csak filmekből ismert jelenség ütötte fel a fejét. Azonban még Amerikában felkészülten várják a tornádó idényt, nálunk teljesen védtelen a lakosság az ilyen jelenségekkel szemben. A pusztító erejű szél 16 lakóházról tépte le a tetőt, egy utasokkal teli autóbuszt pedig felborított, miután kisodorta a mezőre. A 39 utas közül 7 szorult kórházi kezelésre, egyikük sérülései súlyosak. Az ország déli részén kedden átvonult zivatarok másút is villanyoszlopokat és fákat döntöttek ki. A déli megyékben ma estig van érvényben a meteorológiai szolgálat által kiadott riasztás. Megtartotta a hagyományos családi majálisát a marosvásárhelyi RMDS. A szervezet városi körzetei idén is gulyásfőző versenyt hirdettek, majd vendégül látták a Marospartra látogatókat. Ropog a tűz az üstök alatt a Marosparton, serénykednek a csapatok, a készülő gulyás illatát érezni mindenütt. A Marosvásárhely határában szervezett családi majálison az esős idő ellenére is sokan részt vesznek. Minket egy kis eső nem fog elijeszteni. Reggel vaciláltak is a szervezők, hogy meglegyen vagy nem, de minden körzet úgy állt hozzája, hogy ezt muszáj megtartani. Az RMDS városi körzetei idén is összemérik tudásukat a gulyásfőző versenyen. Van olyan csapat, amelyik kétféle gulyást készít. Először is megvágjuk a hagymát, utána a piros húsos paprikát, a zöldet, fokhagymát, meg beletettük a jó füstölt csontot, a farkot, disznófarkot, utána betettük a kolbászt, meg a húst, amarad, jött a krumpli. A másikban meg ugyanezek az alapanyagok, de a faszúja lesz főve. Bár minden csapat nyerni szeretne, még sincs köztük versengés. A majális sem a gulyás miatt fontos elsősorban. Ez egy egyszerű baráti családi rendezvény, amelynek az a célja, hogy szocializálódjunk, elmondjuk a véleményünket egymásnak, egymásról, a városról, és jobbá tegyük egy kicsit ezt a világot. Erre igény van itt Marosvásárhelyen, az emberek kijönnek, találkoznak, megbeszélik közös dolgaikat. Én azt hiszem, hogy ez a közösség élni akar, és ez a május 1-i majális, hagyományos gulyásfőzéssel, ahol számoltam 13 üstel, rossz idő ellenére is egy szép bizonyítéka ennek, és a jövőbe tekintő jel. A Marospart régi gát fölötti szakasza a marosvásárhelyi magyar közösség egyik közkedvelt helyszíne. A már hagyományossá vált családi majális mellett évente több nagyszabású rendezvényt is szerveznek itt.
Az esős idő ellenére is több ezren vettek részt a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal hagyományos május 1-i évadnyitó rendezvényén a Víkend telepen. Az est folyamán Goran Bregovics koncertre várják a nagy érdeműt. Bár a Víkend tenepi medencék a rossz idő miatt még üresen állnak, mégis több ezer marosvásárhelyi látogatott ki a szabadidő komplexumba, ahol a polgármesteri hivatal hagyományosan ingyen miccset és sört osztogat. Az ünnepi hangulatot nem tudta elrontani a szemerkélű eső sem, volt, aki így is önfeledten táncolt a színpad előtt. Azt gondolom, hogy a marosvásárhelyiek átélhették azt, amit régen május 1-jekor a Somostetőn vagy a Víkend telepen, amikor jöttek a családjaikkal. Ma a résztvevők 150%-ban elégedettek voltak, ezt mutatja, hogy sem az eső, sem más nem állíthatta meg őket, hogy részt vegyenek. Marosvásárhelyi polgármesterének tanácsadója magyarul is megköszönte a részvételt. Köszönöm szépen mindenkinek, amelyik jött. És nem mulasztott el odapirítani a városi RMDS szervezetnek, amiért külön szervezett majálisozást a Marosparton. Jó idényt zárt a VSK teremlabdarúgó csapata, sporthírek következnek. Helyzeti előnybe került a csíkszeredai FK a labdarúgó 3. liga 5. csoportjában, és 5 fordulóval a befejezés előtt joggal bízhat abban, hogy idén végre sikerül kivívnia a feljutást, miután a legutóbbi 2 idényben hajszállal maradt le róla. A csíkszeredaiak a legutóbbi fordulóban Medgyesen a Gázmetán fiók csapatával játszottak, és könnyed 8-0-ás győzelmet arattak. Eközben jó hírek érkeztek Lénátfalváról, ahol a rivális helyi csapat csak 4-4-es döntetlen tudott elérni 100 Hermány együttesével, így pontszámban lemaradt az FK-tól. A csíkszeredai csapatnak, amely pénteken a Besztercei Glóriát fogadja, most már hibátlanul kell teljesítenie az idény végéig, hogy biztos legyen az első hely megőrzésében. Mindenképpen több ponttal kell befejeznie a bajnokságot, mint Lénátfalva, mert az egymás elleni összevetésben a máramaros megyeiek állnak jobban. Bejutott a női kosárlabda bajnokság döntőjébe a sepsiszentgyörgyi Sepsiszék, miután Zorán Mikes tanítványai kétszer is legyőzték hazai pályán az aradi Icsim együttesét, idegenben is 83-46-ra nyertek, így söpréssel kerültek a fináléba. A bajnoki döntőben a szatmárnémeti Csészémi lesz az ellenfél, amely szintén 3-0-ra hozta a brassói Olimpia elleni elődöntő sorozatot. Még egy mérkőzése van hátra a teremlabdarúgó 2. ligában a marosvásárhelyi VSK csapatának, ám annak eredményétől függetlenül a csapat alapítása után kevesebb mint 1 évvel feljutott az élvonalba. Az idényt Kacsó Endre szakosztályvezető értékelte. Nagyon jó eredményekkel büszkélkedhet a marosvásárhelyi VSK teremlabdarúgó csapata az alapítása utáni idényben, véli Kacsó Endre szakosztályvezető. A korábbi többszörös bajnokcsapat hagyományát folytató klub az első idényben megnyerte a 2. ligát, a Románia kupában pedig egyetlen 2. ligás csapatként 4-es döntőbe jutott. Itt csak nagy küzdelemben az utolsó percben kapott góllal maradt alul az elődöntőben. Jövőre nehéz lesz ezeket az eredményeket túlszárnyalni, de mindenképpen be szeretnének jutni az első liga rájátszásába, mondta el Kacsó Endre. Az A divízióban pedig nagyon nehéz lesz, mert kell hoznunk van 4-5 játékost, mert ők kifik, nálunk a csapatban sok kifi van, de én bennük is bízok, de kell tapasztalt játékos, mert mások a feltétlenül. A felnőtt csapat mellett minőségi munka zajlik az ifi csapatnál is. Az U19 Románia kupában a VSK csapata döntőt játszott, most pedig a korosztályos bajnokság döntő tornájára készülnek, ahol az aranyat célozzák, mondta a szakvezető, akit olyan szempontból is érdekel ez a döntő torna, hogy ő az ifjúsági válogatott szövetségi kapitánya is. Eddig tartott a híradó, időjárás jelentése, majd világhíradóval folytatjuk. 8 órakor kezdődik a sajtóprés, Vince Lóránt és Pataki István lesz Farkas István kollégám vendége. Köszönöm a figyelmet, legyen szép estéjük, viszontlátásra!